Köszöntöm a kedves hallgatóságot és az érdeklődőket, akik a PTAO Anatómia Intézetnek az online nyílt napi programjára ellátogattak. Én Újvári Balázs vagyok, itt az intézetben egyetemi tanársegédként dolgozom, emellett az oktatás mellett pedig kutatói munkát végzek. Ahogyan a programnak a pontját olvasták, vagy a program címét olvasták, ez a bemutató röviden a korábbi nyílt napos Érintsd meg az agyat programnak egy hát ilyen online változata, ami lényegében véve a neuroanatómia tanulmányokról szól röviden. Akik idejönnek az orvosi egyetemre, az AOK-ra, mármint itt a PTR-re, ők a másodév tavaszi szemeszterében fognak találkozni a neuroanatómia tantárgyal, aminek a fő tárgya, vagy fő pontjai, azok a központi és a környéki idegrendszer, valamint a fejnyak régióknak a tanulmányozása. Hát hogyan is lehet idáig eljutni? Nyilván, mivel a másodévnek a tavaszi szemeszterében van ez a kötelező tantárgy, előtte az általános anatómiát, valamint a zsigertant kell a hallgatóknak teljesíteni, és utána tudják ezzel együtt lévő neuroszövettan és fejlődést annál felvenni majd ezt a tantárgyat. De hát akkor miről is szól ez a tantárgy? Ugye sokan rémisztőnek gondolják, főleg akik a felsőbb évesektől hallják, hogy hú, hát neuroanatómia, hát ez az egyik legnehezebb tantárgy, hát hogyan lehet rajta átmenni? Hát egy nap az csak 24 óra, de hát nekünk azt mondták, hogy 26-ot kell tanulni. Hát nyilván azért ennyire nem kell kisarkítani ezt a dolgot. Tényleg miről is tanulunk? Hát az agyról, illetve, ahogyan említettem, a központi idegrendszer többi részéről és a fejnyak régiókról, de persze ne felejtsük el emellett a zsigertant és az általános anatómiát sem. Hát hogyan érjük el az agyat? Ugye ez az egyik ilyen fontos kérdés. Azt tudjuk, hogy az agyunk, az a koponyánkon belül, azon belül is a neurokrániumban helyezkedik el. Hát természetesen a mi fejünkön még ott van a bőr, az izmok, azokat kell először lebontani, hogyha az agy boncolását szeretnénk elvégezni. A neurokránium, ez a koponyának egy olyan része, ami így az ék alakú arckoponya fölött helyezkedik el. Ugye ez egy ilyen tojás idom, hogyha egyszerűen próbáljuk megfogalmazni, ami lapos csontokból áll. Biztosan középiskolai tanulmányai során már tanultak arról, hogy az agy koponyát, az os frontale, két os parietale, két os temporale, valamint az os occipitale alkotják. Hát miután ugye a bőrt, illetve az alatt elhelyezkedő kötőszövetet, a gála aponeurotikát átvágjuk, utána érjük el a periosteumát, tehát a csonthártyáját ezeknek a lapos koponyacsontoknak. Biztosan egy korábbi ismereteik során hallottak a skalpolásról, hát konkrétan az a módszer, amivel el lehet könnyen távolítani a fejbőrt a koponyáról. Utána, és ezt majd, hogyha idejönnek neuroanatómiára, idejönnek az egyetemre tanulni, akkor már a hetedik hetében az neuroanatómia tanulmányoknak el fogják végezni. Az pedig az úgynevezett in situ agyboncolás. Ilyenkor egy ilyen oszcillációs fűrésszel a kálváriát távolítják el. Hát hogyan történik ez, és mi az a kálvária? A legtöbb ilyen műanyag koponyán, amiket egyébként önök is bárhol beszerezhetnek, néhány tízezer forintért, már a jobb minőségűek akár tanulásra is használhatók. Van hátul egy kitapintható pont, ami egyébként a mi fejünkön is nyilvánvalóan kitapintható. Ez itt hátul van, ez a protuberancia occipitalis externa. Hogyha vannak otthon háziállataik, például a kutyájuk, neki a koponyájukat, hogyha megsimogatják, akkor ez egy sokkal prominensebb, kiemelkedőbb csontpont, mint ami a mi koponyánkon van. Azért, mert a nyakizmok, valamint egy szalag, a ligamentum nuhé, az ide tapad, és hát minél nagyobb erőt fejt ki egy izom, hogy annál nagyobb a tapadási pontja. A másik, amit így használunk a kálvári eltávolításához, az pedig a margó supraorbitalis, ez a szemgödör fölött lévő csont kiemelkedés. Ha ezeket így összekötjük, akkor, mint ahogyan ezen a műanyag koponyán is most, így tudjuk eltávolítani a kálváriát, azaz a koponya tetőt. Most a kálvária alatt nyilván ebben a műanyag koponyában nem találunk igazából semmit, azonban a valódi koponyában a következő réteg az egy ilyen
ilyen úszósakka szerű hártya, amit kemény agyhártyának hívunk, vagyis ez a dura mater. A dura mater a koponya esetében igazából szorosan össze van nőve a csonthártyával. A kemény agyhártya és a csonthártya között egy úgynevezett kapilláris vagy virtuális tér van. Na most az ilyen virtuális teret azt nem úgy képzeljék el, hogy az egyesek meg a nullák vannak ott, mint a számítógépen. Ez a virtuális tér az azt jelenti, hogy itt csak akkor találunk egy valódi teret, hogyha valamiféle térfoglalás van ott. Normál esetben itt csak a dura mater, tehát a kemény agyhártyát ellátó artériák találhatók. Tehát mikor látunk itt valódi teret? Hát biztosan hallottak olyanról, hogy valakinek fejsérülése volt, és hát utána ugye úgynevezett intrakraniális vérzése jött létre. Hát az egyik leggyakoribb ilyen esetben, amikor a itt benyomatot is képező artéria meninge a média megszakad, és ilyenkor ezt a teret, ami még egyszer mondom a koponyának a csonthártyája és a kemény agyhártya között van, úgynevezett epidurális teret, ezt így a vérzés megnöveli. Ez egy nagyon fontos, hát sürgőségi eset. Ennek a megoldása az kraniektómiát igényel, ami a koponya csontnak az ablakos felnyitása, ezzel lehet a koponyaűri nyomást csökkenteni. Hát mi a következő, amit ezután látunk? Ugye a kemény agyhártya egy ilyen, tényleg egy ilyen úszósabb a szerűség. Ez alatt, hogyha ezt eltávolítjuk, látjuk meg az agyat. Amit ebből a tartóból most így ki is veszek. Hát ugye ez egy ugye műanyag modell, de a tanulmányok során igazi formalin fixált készítményeken fognak tanulni. Tehát ha eltávolítjuk ezt a kemény agyhártyát, akkor nagyjából ez a rajzolat, ami így a szemünk elé tárul, egy dolog hiányzik erről a modellről, azok pedig az erek. Ugyanis a kemény agyhártya alatt van az úgynevezett pókhálós hártya. Na most a pókhálós hártya, vagy arachnoidea mater, az az itt lévő tekervények között az itt lévő barázdákat áthidalja. Ezt úgy kell elképzelni, hogy itt vannak a tekervények, mondjuk az ujjaim, közötte vannak a barázdák, és ez a pókhálós hártya így fölötte húzódik el. Azonban van még egy lágyagyhártya, ami ez alatt helyezkedik el, az az úgynevezett pia mater, ez pedig követi ezeket a barázdákat, és egészen lemegy az aljukig, és rajta van a felszínén a tekervényeknek is. Hát a kettő között, a pókhálós és a ezen lágyagyhártya között jön létre az úgynevezett szubarachnoidális tér, vagy pókhálós hártya alatti tér, amiről lehet, hogy hallottak már, mert hogy ott van az agy gerincfelügyi folyadék, vagy ugye hétköznapi nevén az agyvíz. Hogyha azt is eltávolítjuk, akkor látjuk meg az agynak ezt a felszínét. Na most, ugye hát mihez hasonlíthatjuk az agyat? Hát elsősorban, ami úgy sok embernek beugrik, ugye az a dió, úgy néz ki, mint amikor így kibontunk egy diót. Egyébként érdekes, hogyha otthon van dió és így megtörik, azt is először egy kemény héj, mint ugye a jelen esetünkben a koponya, borítja, alatta pedig ténylegesen van egy ilyen keményebb hártya, mint ugye a dura mater enkefali, és hát, hogyha tovább bontogatják, akkor a dión, mielőtt elérik azt a fehér részét, ugye van egy puhább, egy kis hártyaszerűség, az pedig olyan, mint a mi agyunknál a pókhálós hártya, és a lágy agyhártya, a pia mater. Na de hát akkor, ha ezt így elértük, akkor mire számíthatunk? Na most, hogyha nem formalin fixált készítményen, vagy formalin fixált holttesten végezzük az agynak a boncolását, akkor az agy az olyan, mint egy ilyen lekvár. Ténylegesen, így magas víztartalma miatt, hát így szinte kifolyik a koponyából. Azonban itt az Anatómiai Intézetben olyan agypreparátumokat fognak majd vizsgálni, amik ki vannak keményítve sós formalin oldatban. A sóra azért van szükség, hogy amikor behelyezzük ebbe az oldatba, akkor a saját tömege alatt nehogy kilapuljon. Hát gondoljanak bele, hogy a sós tengerbe, vagy például ugye a holttengerbe ugye lebegnek a dolgok, ezért kell olyan sóoldatot készíteni, amiben ezek az agyak
fixálódásuk során szintén lebegnek. Na hát, hogyha megvan a felszín, akkor mit látunk rajta? Az agy felszínén ugye tekervényeket, gíruszokat és barázdákat, szulkuszokat látunk. Az emberi agy két féltekéből áll, legalábbis ugye a nagy agy, amit először látunk, hogyha a kálváriát eltávolítjuk, áll egy bal és egy jobb agyféltekéből, itt a bal és a jobb, amiről biztosan hallották, hogy nem ugyanazon funkciókkal rendelkezik. Hiszen van egy domináns és egy szubdomináns agyféltekénk, hemiszfériumunk, a két agyfélteke azok egymást kiegészítve dolgoznak, de ugye vannak olyan központok, amik általában csak az egyik oldalt, általában a domináns félben helyezkednek el. Ilyen például jobbkezesek esetében a bal agyféltekének a frontális, illetve temporális lebenyében megtalálható úgynevezett beszédközpontok. Például itt a Broca féle motoros beszédközpont, itt pedig a Wernicke féle beszédértő központ helyezkedik el. Hát milyen lebenyekből áll a nagy agy? Összesen 5 lebeny tudunk elkülöníteni, amiket a felszínnek a rajzolata, valamint olyan pontok az agyon határolnak be, amiket így első ránézésre ugyan nem, de hát második, harmadik ránézésre már könnyebben el tudunk különíteni. Az egyik ilyen, az a, hogyha a közép vonalban elhelyezkedő, hogy visszúra longitudinális követjük, akkor van egy olyan barázda, ami azzal hát szinte úgy merőlegesen helyezkedik el, ez a sulcus centralis. A sulcus centralis, vagy központi barázda. Ez határolja hátulról a lobus frontalis, azaz a homlok lebenyt. Ugye a homlok lebenynek a fő feladatai közé tartozik a motoros funkcióknak az akaratlagos kiadás, mármint a motoros parancsok akaratlagos kiadása, valamint a homlok lebenynek az előső részén helyezkedik el, bár ez furcsán hangzik, de valóban ott helyezkedik el a személyiségünk. Biztos hallottak már olyanról, hogy valakinek megsérült a koponyája, vagy esetleg valamilyen baleset során a homlok lebenye sérült, és utána megváltozott a személyisége, hát az valóban egy ilyen agyi központtal van összefüggésben. Illetve hát, amint említettem, a homlok lebenyben található a motoros beszédközpont is. Emögött, tehát a sulcus centralis mögött van a parietális, azaz a fali lebeny. Egyébként a nevüket onnan kapták a lebenyek, hogy milyen csonttal vannak, főleg érintkezésben. A parietális lebenynek a hátsó részét, mármint a hátsó határát, azt majd neuroanatomiában megtanulják, hogy úgy lehet behatárolni, hogy egy ilyen bevágás és egy a mediális felszínen elhelyezkedő barázda közötti vonalat kell húzni. Ez itt található, ez a parietális lebeny, aminek fő funkciói közé tartozik az érző központoknak az érző központokat tartalmazza, tehát a testünkből jövő mindenféle tudatosuló érzet, az ide kerül, itt fogjuk feldolgozni, és például most én, ahogyan ezt az agy felszínt ugye tapogatom, érzem, hogy ez ilyen hűvös, illetve hogy barázdált, de most ez azért lehetséges, mert ugye az itt lévő érző központok ezt feldolgozzák. Azonban ezt ne felejtsék el, hogy az agykéregbe, ide az érzőkéregbe nem jut el minden információ. De fura is lenne, hogyha mindenféle apró inger ugye bejutna az agykéregbe, hát az komoly figyelemzavarokat okozhatna. Ezért hát az agynak az alsóbb, mármint hogy fizikailag alsóbb van lévő központjai közül, a talamuszból, ami még ez alatt helyezkedik el, jutnak be az információk, a már megszűrt információk az érző kéregbe. Ha ezt így visszahelyezem, akkor a további kéreg részeket is meg tudom mutatni. Itt hátul található az úgynevezett occipitális, azaz nyakszírt lebeny. Ez a része az agynak, mármint a nyakszírt lebeny, az a látásért az elsődleges, másodlagos és harmadlagos látó központokat tartalmazva a látási információk feldolgozásáért felelős.
És hát a negyedik jól látható lebeny az a temporális vagy halántéklebeny, aminek az itt elhelyezkedő részén lévő tekervények a hang, illetve hát ugye a hallott dolgoknak a feldolgozásáért felelősek. Itt vannak a hallóközpontok, elsődleges, másodlagos, valamint a már említett ugye érző vagy értő beszéd központ. Gondoljanak bele, hogyha beszélgetünk, akkor önök hallják azt, amit így mondunk, és ugye az is a halló kéreggel van így összefüggésben. Azonban ennek a lebenynek a belső, azaz mediális részén található egy gírusz, ez a gírusz parahipokampális, és azon belül még egy ilyen begöngyölődött részként ott van a hipokampusz. A hipokampusz az pedig a memóriának a feldolgozásáért felelős. Hogyha a nagyagy tovább bontjuk, akkor itt a temporális lebeny, a parietális lebeny és a frontális között látható egy rejtett lebeny, ennek a neve az, hogy sziget, azaz inzula. Az inzula, vagy sziget, az olyan funkciókat tartalmaz, mint például az ízérzés, valamint köze van még a valamilyen szinten a szaglási információk feldolgozásához is, bár az inkább az agy alapján történő unkusznál valósul meg. Hát ez volt a nagy agynak a leírása, így nagy vonalakban, hát ugye, hogy nem annyira félelmetes, hogyha így elmondjuk, azért majd neuroanatómiából kicsit részletesebben fognak róla hallani. Ha ezt tovább bontjuk, akkor ugye itt jobban látható az inzula, tehát a sziget, a prefrontális kortexet is el tudom erről a modellről távolítani, és hát ahogyan bontjuk tovább, eljutunk egy így a nagyagy nélküli területekre. Ez még így kimaradt. Ez az úgynevezett corpus callosum, azaz a kérges test. A kérges test az lényegében véve olyan rostoknak a tömege, amik a két féltekének az azonos központjait kötik össze. Hát így például a beszédértő központot a másik oldalon, a szubdomináns hemiszfériumban lévő beszédértő központtal. Itt tudjuk például feldolgozni azt, hogyha valaki ironikusan beszél, akkor annak ugye mi a mögöttes tartalma. Vagy ugye a szubdomináns félben lévő motoros beszédközpontból, hogyha a domináns oldalon lévő beszédközpontba mennek rostok, akkor azokkal tudunk például érzelmeket kifejezni. És ha már, hogyha itt szétszedtem ezt a modellt, itt látható a már említett hipokampusz, ami a memória, illetve az emlékeknek a kialakításában fontos agyterület. A nevét onnan kapta, hogy úgy néz ki, mint egy csikóhal. Mondjuk ez is a hipokampusz, hát az a csikóhalat jelenti. Amit megmaradt a kezemben, az egyrészt egy része az inzulának, amit említettem, valamint, hogyha ezt a kérget innen eltávolítom, akkor innen kiesik egy ilyen piros mag, ugyanis a központi idegrendszerben nem csak a kéreg, az agykéreg szürke állomány, hanem a kéreg alatt, a fehér állományba beágyazva is vannak szürke színű központok, amik valójában az idegsejtek csoportosulásai, ezek a magok. Ez például a lencsemag, ami a motoros szabályozásban vesz részt. A nagy agy alatt található a kis agy. A kis agy az nem egy kicsinyített nagy agy, funkcióját és felépítését, sőt még fejlődéstlenet tekintve is teljesen eltér attól, hogy mire jó a kisagy, hát biztosan hallottak már róla, ugyanis ez a motoros szabályozásnak a legfinomabb beállításáért fontos agyterületünk. A kisagyban rengeteg neuron van, és ezek mind azért dolgoznak, hogy például én itt tudjak állni és ne dölöngéljek, valamint, hogy tudjam úgy mozgatni a végtagjaimat, hogy azok koordinált, normális mozgások legyenek. De hogyha belegondolnak például a kerékpározásra, hát azért az nem egy egyszerű mutatvány, főleg mikor elkezdjük tanulni, de hát aztán, ha már megtanultuk, akkor teljesen automatikussá válik. Nyilván nem csak maga a kisagy önmagában felelős ezért, hanem például az egyensúlyozó szervünk is, de az mindenképpen fontos, hogy a kisagy az
a járás folytonosságáért, a finom motorikáért egy nagyon fontos központ. Hát biztosan hallottak, hogy hogyan lehet rövid távon kikapcsolni. Ugye az alkohol fogyasztása során azért sem ajánlott ugye gépjárművet vezetni, nem csak mert csökken ugye a reakcióidő, hanem mert úgy kikapcsolhatják vele a kisagyi funkciókat, hogy aztán összekeverik a pedálokat, illetve egyéb kezelőszerveket. Úgyhogy hát remélem, hogy alkoholfogyasztás után senki nem ül autóba, maximum utasként. A kisagy alatt az agytörzset láthatjuk, hogyha ezt így eltávolítjuk, a kisagy alatt van a híd és a nyúlt velő által is határolt rombusz alakú tér, ez az úgynevezett fossa romboida, ami a negyedik agykamrának az alapja. Na most egy új dolog, ugye az agykamra fogalma, ami így szóba került. Ugye látják, hogy ezen a modellen van itt egy ilyen kék színű képlet. Na most ez a kék színű képlet valójában ezeken a modelleken egy öntvény. Mikor először meglátják a hallgatók idejövő neuroanatómiára, akkor így el szokták nevezni, hogy ez a madárfej, mármint hogy ez a modell, de ez valójában az agykamráknak az öntvénye. Mik ezek az agykamrák? Ugye azt már az agy boncolásának a részletezésénél mondtam, hogy van egy külső agyvíz tér, ugye ez a szubarachnoidális tér, hát van egy belső is, ráadásul ez a belső tér, ez ténylegesen egy rendszert, egy ilyen kamra rendszert alkot. A C alakú, ilyen kis hátsó nyúlvánnyal C alakú, ez az oldalkamra, ebből kettő van. Van egy páratlan harmadik agykamránk, van a rombusz alapú kisagy által is takart negyedik agykamra, illetve a harmadik és negyedik agykamrát az aqueductus mezencefali, vagy ugye, ilyen vízvezeték, hogyha lefordítjuk, köti össze. És ez a negyedik agykamrából, ezek a terek ezek két irányba folytatódhatnak, vagy a gerincvelőbe, akkor belső agyvíztér, agygerincvelői térként a gerincvelőnek a központi csatornájába folyik tovább az agyvíz. A három járaton keresztül pedig a külső térbe jut, tehát, hogyha majd, mert már pedig emlékszem, hogy az emelt szintű érettségi volt ilyen kérdés, ha erről bármi előjön, akkor jegyezzék meg, hogy az agygerincvelői folyadék ez a kamrarendszerben termelődik, és a kamrarendszernek a negyedik agykamrájából jut ki a külső likvor térbe, azaz a szubarachnoidális térbe. A maradék dolog, amit itt lebontottam, ez az agytörzs, valamint a közti agy, ugye az agytörzs a nyúlt velőből, a hídból, illetve a mezenkefalomból, középagyból áll, a közti agy pedig a talamuszból, hipotalamuszból. Ezek ugye közül ugye a talamusz, az a tudatnak a kapuja, tehát innen jutnak el a kéregbe a megszűrt információk. A hipotalamusz, ami a talamusz alatt helyezkedik el, az pedig egy neuroendokrin szabályozó központ, ami azon kívül, hogy a neuroendokrin rendszernek a szabályozásában részt vesz, még az érzelmeknek a kifejeződésében, és bizony a napi ritmusnak a szabályozásában is fontos szerepet tölt be. Nyilvánvalóan az agynak a boncolása a bonctermi gyakorlatok során ennél részletesebben, sokkal hosszabb időn keresztül, és hát nem is ilyen barbár módon történik majd, hanem aprólékos szeleteléssel. És hát egy-két kérdést így korábban kaptam ilyen nyílt napok során, például, hogy honnan szerzik az agyakat. Hát én ezt a kérdést majd akkor szeretném, hogyha így meg tudnám önöknek válaszolni, hogyha ide felvételt nyernek, úgyhogy nem fogom el spoilerezni így elsőre. Remélem, hogy az előadás ismeretterjesztő jellegét tekintve hasznos volt önöknek. Én köszönöm a figyelmet, és hát vigyázzanak magukra!